A legfőbb ügyészség is elutasította az ellenzéki képviselők bejelentését az MTVA-nál történtekkel kapcsolatban. Az Európai Néppárt elnöke is elítélte a kormány új soros plakátjait, szerinte azok félrevezetőek és nem tartalmaznak tényeket. A tanárok 80%-a támogatja a sztrájkot, van olyan iskola, ahol 45-ből 43 tanár részt venne a munkabeszüntetésben, és több pilisi település lakói tartanak az M0-ás nyugati szakaszát kiváltó utak építésétől, Tínyen hatalmas forgalomtól tartanak. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Polt Péter elutasította az ellenzéki képviselők panaszát, a legfőbb ügyészség szerint jogszerűen küldték el őket decemberben az MTVA épületéből. Az országgyűlési képviselők beolvasták volna a tüntetők petícióját az állami tévében, amikor kitessékelték őket az épületből. Hadházi Ákost például több biztonsági őr cipelte ki. A képviselők panasszal éltek az ügyészségnél személy elleni erőszak büntette miatt. A Polt Péter vezette intézmény azonban alaptalannak találta a panaszokat és elutasította a feljelentést. Álláspontjuk szerint az országgyűlési képviselők jogszerűtlenül, képviselői jogosultságukkal visszaélve jártak el. A fegyveres biztonsági őrök pedig ennek megfelelően jogszerűen intézkedtek. Újabb tájékoztató plakátkampányt indít a kormány. A plakátokon ismét Soros György és az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker szerepel. A kommunikációért felelős államtitkár szerint Brüsszel továbbra is támogatni akarja az illegális bevándorlást. Kovács Zoltán azt mondta, hogy a migráció támogatását célzó tervek továbbra is ott vannak a brüsszeli fiókokban. Szerinte ezek közé tartozik a civil szervezetek nagyobb mértékű támogatása és az illegális bevándorlást jogszerűvé tévő migrációs alap létrehozása is. A magyar kormány azt gondolja, hogy minden magyar embernek joga van tudni arról, hogy mi zajlik Brüsszelben, különös tekintettel az előttünk álló európai parlamenti választásokra, hiszen ezek a tervek nem kerültek le a napirendről, a mi felfogásunkban rendkívüli veszélyeket rejtenek, veszélyeztetik Magyarország biztonságát és a magyar, illetve az európai emberek jövőjét. Saját pártcsaládja is elítéli a Fidesz kormány új soros plakátjait. Az Európai Néppárt elnöke Joseph Daou szerint a rajta szereplő állítás hamis, félrevezető és nem a tényeken alapszik. Daou a Twitteren azt írta, alaptalannak tartja Orbán Viktor összeesküvés elméletét. A plakátokon támadott Jean-Claude Juncker pedig szerinte valódi európai vezető, és Orbán Viktorral ellentétben valóban küzd az európai egységért. A néppárt elnök hozzátette, ahelyett, hogy Orbán Viktor Brüsszelt valamiféle ellenségnek állítja be, rá kellene jönnie, hogy Magyarország is a részese, mivel a brüsszeli döntéseket közösen hozzák, beleértve azokat is, amelyek a bevándorlásról szólnak. Bekérették a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet, miután Semjén Zsolt szegény beteg teremtménynek nevezte a svéd társadalom biztosítási minisztert. A magyar miniszterelnök helyettes azután illette ilyen jelzőkkel a svéd tárcavezetőt, hogy Annika Strandhäll azt írta a Twitteren, hogy riasztó, ami Magyarországon történik. Szerinte Orbán Viktor családpolitikája a 30-as évek Németországára emlékeztet. A kormány ezzel kihasználja a magyar nőket. A svéd külügyi szóvivő szerint elfogadhatatlan Semjén Zsolt kijelentése. A magyar nagykövettel ma lesz a találkozó. Az idei 2019-es költségvetésről tárgyal a fővárosi közgyűlés. Az előterjesztés 114 milliárd forintos finanszírozási hiánnyal számol. Ezért 66,7 milliárd forintos új hitelt venne fel a főváros. Az ellenzék szerint ebből is látszik, hogy gyakorlatilag omladozik Budapest költségvetése. A helyszínen van tudósítónk Szakál Erzsébet. Szervusz Erzsi, mi történik most az ülésen? Szervusz, jó napot kívánok! Nem sokkal ezelőtt egy körülbelül 40 perces vitát követően szavazta meg a fővárosi közgyűlés Budapest jövő évi költségvetését, amiről röviden valóban annyit érdemes tudni, amit már te is elmondtál, hogy ez a költségvetés 114 milliárd forintos hitellel vagy hiánnyal számol, és ezt hitelből kívánja finanszírozni a főváros. Erre mondtak
többségében, kormánypárti többséggel igent a képviselők, 20 igen, 9 nem ellenében szavazták meg ezt a javaslatot. A vitában az ellenzék bírálta ezt a tervezetet, szégyennek nevezték, azt mondták rá, hogy Tarlós István kiszolgáltatja Budapestet Orbán Viktornak. Szerintük gyakorlatilag mindent figyelembe vesz a főváros, leszámítva a budapestiek érdekeit. Tarlós István erre reagálva azt mondta, hogy csalódott az ellenzékben, azt mondta, hogy sokkal élesebb bírálatokat várt, és sokkal több konkrétumot várt az ellenzéki képviselőktől. Magdi Gábor főpolgármester helyettes pedig azt mondta, hogy a jövő évi költségvetés stabil lesz, ugyanakkor feszített. Ezt a vitát követően szavazták meg tehát a képviselők a költségvetést, ezt követően a tűcsere programról kezdődött vita. Szakál Erzsébetnek köszönjük szépen! Előbb támogatnék egy tisztességes fideszes jelöltet, mint olyas valakit, akit egy büntetőeljárásban már elítéltek, vagyis például Hunval Györgyöt. Ezt Márki-Zay Péter mondta a 168 órának adott interjújában. A Hódmezővásárhelyi fideszes polgármester szerint jobb egy vállalható fideszes, mint egy vállalhatatlan ellenzéki jelölt. Hozzátette, nyilván vannak vitatható esetek is ellenzéki politikusok elleni bírósági eljárások kapcsán. Hunval György esetében azonban egyértelmű a helyzet. Márki-Zay kijelentette, mi nem önmagában a Fidesz ellen vagyunk, hanem az elmúlt 28 évben meghonosodott, megkérdőjelezhető politikai kultúra ellen. Ezen akarunk változtatni, és ebben akarunk megtisztulást elérni, fogalmazott a városvezető. A Jobbik a leginkább antiszemita, rasszista és radikális párt, ez derül ki a Nézőpont friss felméréséből. Az elemzés szerint a néppártosodási kísérlet ellenére egyre többen gondolják ezt. A megkérdezettek 43%-a szerint a Jobbik a leginkább rasszista, 33%-uk szerint antiszemita és 28% szerint radikális párt. A Nézőpont hangsúlyozza, nincs másik párt, amely a fenti három jelzőnél akár 10%-os eredményt ért volna el. A fővárosban még rosszabb a párt megítélése. A budapestiek az átlagosnál nagyobb mértékben gondolják úgy, hogy a Jobbik a leginkább szélsőséges párt. Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erről Palkovics László beszélt az állami csatornán. Az innovációs és technológiai miniszter kijelentette, a kormányzat szándéka egyáltalán nem az, hogy bármilyen bizonytalanságot fenntartson a kutatókban, hanem az, hogy egy jobban működő rendszer teremtsen. A tárca vezető szerint az alapkutatások finanszírozása sem kerül veszélybe, de alapvető céljuk, hogy a kutatások jobban foglalkozzanak a mai társadalmakat érintő kérdésekkel, és hamarabb vezessenek eredményre. Palkovics László ugyanakkor hangsúlyozta, az akadémiai kutatóintézetek az adófizetők pénzét költik, jelenleg azonban nincs ráhatása az embereknek arra, hogyan bánnak ezekkel a pénzekkel. Drasztikusan emelkedett a betöltetlen fogorvosi és házi orvosi helyek száma, pedig idén is több mint 1 milliárd forint praxis támogatásra pályázhatnak az orvosok. Jelenleg 400-nál is több tartósan üres praxis van. Ennyi házi orvos még sohasem hiányzott a rendszerből. Az egészségügyi államtitkár szerint folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél több fiatal orvos vásároljon praxist. A fogtöméshez szükséges eszközöket készítik elő ebben a fogorvosi rendelőben. Nem csak a szuvas fogakat kell betömni, lyukak tátonganak a fogorvosi körzetekben is. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont februári adatai szerint országosan 255 az üres fogorvosi helyek száma. Pedig évről évre újabb pályázatot írnak ki a praxis jogvásárlásra és letelepedésre. Aki ilyet elvállal, az a bent lévőkkel szemben 6 évre előre majdnem 6 millió forint finanszírozási előnyt fog kapni. Az Országos Alapellátási Szövetség alelnöke ugyanakkor hangsúlyozza, a praxis finanszírozást legalább a kétszeresére kellene emelni ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható legyen. Az jó dolog, hogy az új belépő kap egy hatalmas plusz pénzt, viszont azoknak is működtetni kell a körzeteket, akik ezt 20 éve csinálják. Nem jobb a helyzet a házi orvosoknál sem. A Nógrád megyei Litkén 2014 óta nincs házi orvos, helyettesítéssel oldják meg a betegek ellátását. Évek óta nincsen orvos, az az igazság benne, és hogyha jön is, egy nap, vagyis egy héten kétszer, szerdai nap meg pénteki nap, és egy-két óra hosszat rendel, vagy van úgy, hogy egy fél óra. Míg decemberben még 334 olyan házi orvosi praxis volt, ahol már legalább fél éve nem volt szakember. Ez a szám februárra 422-re emelkedett. Ilyen sok házi orvos még sosem hiányzott a rendszerből. A közel 6000 házi orvosnak
az egynegyede 1300-1400 kollega betöltötte a 70. évét. A házi orvos társadalom előregszik, a fiatalok számára viszont nem vonzó a pálya, mondja Komáromi Zoltán. A házi orvos kiemelte, a legsúlyosabb a 700-900 lelkes kistelepüléseken a helyzet. Hogyha ilyen helyre megyünk ki, láthatjuk, hogy az iskolával gond van, az óvodával gond van, a kereskedelemmel gond van. Tehát egy fiatal, aki most válogathat, mert rengeteg üres praxis van, inkább a városi, fővárosi praxisok között válogatnak. Pedig a tartósan betöltetlen praxisok után a maximálisan elnyerhető támogatás összege 20 millió forint. Az egészségügyi államtitkár szerint folyamatosan azon dolgoznak, hogy jobb legyen a helyzet. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most már 112-nél több házi orvos azokkal a praxis betöltő programokat igénybe vette, és tudtunk fiatal embereket és új, megújult erőt vinni ezekbe a praxisokba. Dolgozunk érte, hogy a többi is minél hamarabb betöltve legyen, és azoknak is adjunk megoldást, ami már 25 éve nincs betöltve. Jelenleg több mint 500 000 azoknak az embereknek a száma, akiknek a lakóhelyén nincsen házi orvosi szolgálat, csak helyettesítés. Még mindig nagy kérdőjelek vannak a kormányzati intézményrendszer átalakításával kapcsolatban. 70 ezer ember sorsa vált bizonytalanná, írja a Népszava. A lap szerint a kormányzati igazgatásról szóló törvény értelmében múlt péntekig mindenhol el kellett volna készülniük a listáknak, hogy az egyes dolgozók milyen besorolású álláshelyre kerülnek, és ennek alapján mekkora lesz a bérük. De a lap úgy tudja, óriási a csend a hivatalokban. A Népszava egyes forrásai szerint már megszületett a kormánytisztviselő jövedelméről szóló rendelet, csak azt azonnal titkosították. Egy munkajogász szerint az új törvény miatt a kormánytisztviselők helyzete és munkavégzése az eddigi stabilitással szemben teljesen bizonytalanná és kiszámíthatatlanná vált. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének felmérése szerint a tanárok 80%-a támogatja a sztrájkot. Szűcs Tamás a Népszavának azt mondta, a munkabeszüntetésre főleg a városi, nagyvárosi iskolákban állnak készen. Van olyan intézmény, ahol 45 tanárból 43 sztrájkolna. A PDS elnöke hangsúlyozta, jelentős azok aránya, akik több napig sztrájkolnának. Az aktivitás főleg azon múlik, van-e az iskolában vezéregyéniség, aki hiteles a többi tanár előtt, és megismeri fogalmazni a gondokat. A sztrájk hajlandóság felmérését folytatják, de a PDS-nek a sztrájk nem számkérdés. Akárhány pedagógus sztrájkolna, nekik megadnák a lehetőséget. Tilos lesz a magáncélú internetezés a munkahelyeken, a szabályok az új uniós adatvédelmi rend miatt változnak. Ennek értelmében a jövőben a munkáltatótól függ majd, hogy engedi-e a közösségi oldalak látogatását vagy magánügyek intézését céges eszközökön. A munkaadó nem csak előírhatja a korlátozást, de ellenőrizheti is annak betartását. Felmérések szerint a magyarok naponta átlagosan másfél órát töltenek a közösségi oldalak böngészésével, ráadásul nem csak otthon, munkaidőben is. Például ezt korlátozhatja a munkatörvénykönyvének módosítása, amely az uniós szabályokhoz igazodva előírná, hogy céges eszközöket nem lehet magáncélra használni. Minden munkakör, minden egyes munkavállaló egyedi helyzete dönti el, hogy mi az, ami abban a körben belefér a munkavégzéssel összefüggő körnek, vagy pedig attól már kilógó és magáncélú használatnak minősül. A munkáltatónak pedig ez egy hatékonyság növelő eszköz, tehát egy munkavállaló elvileg többet dolgozik, hogyha nem használja magáncélra a számítástechnikai a eszközöket. A korlátozásra eddig csak a távmunkában dolgozóknál volt lehetőség, ez a kör bővülne most. A cégek azt is ellenőrizhetik, hogy a munkavállalók betartják-e a szabályokat. Így akár olyan adatokhoz is hozzáférhet a munkaadó, amit a dolgozó egyébként nem szívesen osztana meg főnökével. Az adatvédelmi biztos ugyanakkor leszögezi, az ellenőrzésről mindig tájékoztatni kell a dolgozót. A szabályok figyelmen kívül hagyása viszont komoly következményekkel járhat majd. Ez egy fegyelmi vétség, tehát ez egy megsértése a munkaviszonynak, hogyha valaki nem szabályszerűen használja ezeket az eszközöket. Tehát itt esetlegesen a magán szféra sérelme mellett azzal is számolnia kell a dolgozónak, hogy a munkajogi jogkövetkezményei is lehetnek annak, hogy az eszközöket
az engedélyezett módtól eltérően is használta. A munka törvénykönyvének módosításáról még nem szavazott a parlament. Ha a javaslat átmegy a képviselőkön, akkor felmentés csak az adhat a korlátozás alól, ha erről a munkaadó és a dolgozó külön megállapodik. A köztisztviselőkre és a közalkalmazottakra egyébként nem vonatkozik majd a jogszabály, az ő foglalkoztatásukat ugyanis nem a munkatörvénykönyve szabályozza. Több pilisi településen aggódnak a lakók az M0-ás nyugati szakasza helyett tervezett utak megépítése miatt. A tervek alapján a nyugati szakaszon az M100-as és a 10-es utat kiváltó M10-es út épülne meg. Tinjén és Piliscsabán is attól tartanak, hogy így rájuk zúdul majd a forgalom. Hát látható, ez sem 40-nel jön, hanem jóval nagyobb sebességgel. Jobbra a Tinyei Általános Iskola, balra az orvosi rendelő, valamint sorban lakóházak. Bár stábunk a déli órákban járt erre, folyamatosan jöttek a kamionok, reggelente ennél is többen haladnak át a községen. Én minden reggel erre kerek föl 7 éve. Percenként 4-5 kamion biztos elhalad, emiatt ugye az átkerés is nehézkes. Itt, ha megállnak a bolt előtt, akkor már dugó van reggelente, mert nem bírnak a innen jövők elmenni, mert is szembe is jönnek a kamionok. Ezen a szűk utcán egymás mellett nem férnek el a szembe jövő teherautók, mégis napi szinten több ezren próbálkoznak meg vele, a koccanások rendszeresek. A legnagyobb probléma, hogy az is egy sűrűn lakott területünk, és miután sajnos még járdánk is nincs olyan állapotban, ezért babakocsikkal tolva a gyereke, hát szóval életveszélyes. Esztergom felől teljes mértékben Tinje belső területein kanyarog az az út. Tinje már csak nem 20 éve vár arra, hogy Esztergom és az M1-es össze legyen kötve, mondja a község polgármestere. Szerinte a lényeg, hogy amíg épül a tervezett M100-as, addig tehermentesíteni tudják Tinjét. Ha nekünk az M100-asra nem tudunk felmenni, akkor Tinje fejlődni nem igen fog, hanem megreked egy szinten. Az M10-es tervezett útvonalát, amellyel végül bezárulna a körgyűrű, még nem engedélyezték, így pedig várhatóan még nagyobb lenne a terhelés a Tinjei úton. A Tinjei Régió munkacsoport 3 követelést fogalmazott meg, amelyben az M10-es építését szorgalmazzák. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT azt válaszolta híradónknak, hogy arra a szakaszra csak tervezési feladatok elvégzésére kaptak megbízást. Ahogy Piliscsabáról jövünk, ott a völgyben, ott lenne egy körforgalom. Itt ezen a szántóföldön túl tervezik az elvezető utat, ami kivezetne az M100-asra, hogy elkerülje Tinjét, de a Piliscsabát kikerülő útra nem adták még meg a környezetvédelmi engedélyt. Tinje polgármestere áprilisra számít már konkrét eredményre, addig is pedig teltházasak a lakossági fórumok, valamint rendszeresek az egyeztetések a környező önkormányzatokkal is. Pilisvörösvárnak, Piliscsabának, Tinjének, Jászfalónak közös az érdeke abban, hogy megépüljön az elkerülő út idővel. Ugyanis ez nem épül meg, akkor a forgalom az említett településeken keresztül érné el az M100-ast Budapest irányából. Le akarta zárni az autót, de nem sikerült. Ha lezárta volna, elképzelhető, hogy ott is akkor lelövi a szökött rab. Ezt a riposztnak nyilatkozta a TUSZ, annak az autónak a sofőrje, akihez a rab menekülés közben beszállt. A férfi azt mondta a lapnak, hogy éppen parkolóhelyet keresett, amikor a szökött fogoly rászegezte a pisztolyt. Több mint fél órán keresztül vezetett, miközben üldözték őket a rendőrök. A TUSZ-szá vált sofőr azt mondta, útközben még ő nyugtatgatta a támadóját, aki arról beszélt neki, hogy fél a börtöntől. A rendőrök végül a Szent Mihályi úton érték őket utol. A szökött rab onnan futni próbált, de a rendőrök rálőttek és elfogták. Ketten súlyosan megsérültek, amikor két autó összeütközött, majd égni kezdett az M0-ás autóúton. A baleset a Fóti lehajtónál történt tegnap délelőtt, a két kocsi a felismerhetetlenségi kiégett. A balesetről több videó is készült, azonnal mutatjuk a megdöbbentő képeket. Órákra le kellett zárni az M0-ás körgyűrű egy szakaszát, nagy volt a torlódás a környéken. Méteres lángokkal égett a két kocsi az M0-ás autóút Fóti lehajtójánál. A szörnyű balesetről több videófelvétel is készült. A fekete füstoszlopot még kilométerekkel arrébb is látni lehetett. A Megyeri híd felé vezető oldalon azonnal megállt a forgalom, a tűzoltók néhány percen belül megérkeztek. A tűzoltók kiérkezésekor mindkét autó teljes terjedelmében égett, két vízsugárral fékezték meg a tüzet a kollégák, majd hűtötték vissza a járműveket. A műszaki mentés tűzoltás idejére az M0-ás érintett
útszakaszát le kellett zárni. A két kocsi előbb összeütközött, aztán váratlanul lángolni kezdett. Az autóban utazók időben ki tudtak menekülni a roncsokból, de súlyosan megsérültek, kórházba kellett vinni őket. A helyszínre érkező mentők két sérültet találtak, egy 60 év körüli férfit, aki mellkasát, hátát fájlalta, felmerült a gerinc sérülés, illetve mellkasi bordasérülés lehetősége is, valamint több helyen is kisebb égési sérüléseket szenvedett. A másik sérült egy 30 év körüli férfi volt, aki szintén enyhébb égési sérülések miatt szorult ellátásra. A baleset miatt az M0-ás autóút több kilométer hosszan órákig zárva volt, hatalmas volt a torlódás a környéken. Az útzárat végül még a délutáni csúcs előtt 1:30-kor oldották fel. A tűz miatt megrongálódott az út felső rétege, de a közútkezelő szerint biztonságosan használható. Közleményük szerint a keletkezett hibákat a következő napokban javítják majd ki. Néhány nap alatt sokat romlott a levegő minősége az országban. Miskolcon már a smogriadót is el kellett rendelni, de több más településen is veszélyes az egészségre a levegő minősége. Rossz a levegő Nyíregyházán, Putnokon, Vácon és Budapesten is. A kamera felvételein is látszik, hogy a városban sem tiszta a levegő. Különösebb mérés nélkül is lehet érezni, hogy a szokottnál erősebb a füstszag. A szállópor koncentráció jelentősen megemelkedett a város levegőjében. Ennek több összetevője van, az egyik a lakossági fűtés, ez az elsődleges oka egyébként a porkoncentráció megemelkedésének, illetve a dízelüzemű járművek használata a másik összetevő, valamint az, hogy a város völgyekben fekszik és nincs szél. Jelen pillanatban tehát megül a levegő a völgyekben, és így megmarad a városban. Ezeket a felvételeket a múlt héten Salgótarjánban készítettük, akkor sokan örültek annak, hogy a szeles idő kitakarította a levegőt. Most rendben van. Ma is voltam már kint gyerekekkel az udvaron, és nem kellett tisztítanom utána a szemüvegemet. Miskolcon az avasról lenézve látszott igazán, hogy miként ült meg a ködös, füstös levegő a völgyekben. A várost alig lehetett látni, ami sok embernek okoz problémát. A légúti gyulladásra hajlamos emberek ilyenkor még inkább megkapják ezeket a felső légúti urutokat. Itt elsősorban idősekről, időt hölgyulladásban szenvedőkről, csecsemőkről van szó. A smogriadó riasztási fokozatát kellett Miskolcon elrendelni, ami azt jelenti, hogy a szabadtéri tűzrakást betiltották, és kérték a fával színnel fűtőket, valamint a dízelautót használókat, hogyha tehetik, kevesebbet használják a kályháikat és a járműveiket. Elképzelhető, hogy Zamárdiban lesz az idei Red Bull Air Race magyarországi állomása, ugyanis a szervezők kedden terepszemlét tartottak a balatonparti városban. A szervezőknek több hatósággal és szervezettel egyeztetniük kell, mielőtt meghozzák a végleges döntést. Csákovics Gyula, a város polgármestere szerint Zamárdi és az egész Balaton számára óriási reklámértéke lenne a rendezvénynek, amelynek fő helyszíne a város 3 km hosszú partszakasszal rendelkező strandja lenne. Azt is mondta, nem tart attól, hogy a Balaton Sound utáni hétvégére esne a verseny, hiszen erről szól a főszezon. A híradó végén az időjárás jelentés, Gál Noémi mondja el a részleteket. Szervusz, Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Csupán gyenge hidegfronti hatással számolhatunk. Ez a front egyébként, amely a mai napon ért el, vagy súrolja a Kárpát-medencét, nem sok változást hoz időjárásunkban, ezért a némi felhőzet mellett még a délután folyamán is ígérkezik napsütés, sőt reggelhez képest többfelé, ahol a reggeli órákban párás vagy ködös volt az időjárás, javulnak a látási viszonyok a következő órákban is. Az északi területeken megélénkül megerősödik az északnyugati szél, és kevés helyen kis mennyiségű csapadék fordulhat elő, elsősorban erre északon, északkeleten készülhetünk, a délutáni csúcsérték pedig 9 és 14 fok között alakul. Nagyobb változást hoz a következő front, ez csütörtökön délutánra érkezik meg, péntekre vonul át felettünk, csapadékkal, vegyes halmazállapotban, a hegyekben akár hózáporok is lehetnek, de nem is ez lesz a markáns változás, hanem a jelentős behűlés a hétvégére. Hétvégén napközben is csak 5 fokot mutatnak majd a hőmérők, a viharossá fokozódó észak-észak-keleti áramlással hideg levegő zúdul be, erősödik az éjszakai lehűlés, de azért a front mögött pénteken délutántól kisüt majd a nap, és a napsütésből jut majd a hétvégére is. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Ez volt a híradó délben, de utánunk azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!